Sziasztok, köszöntök tehát mindenkit a mai jóga gyakorláson. Dózs Tamás vagyok, Tomi, a Yoga Secrets stúdió oktatója. Én ugyan nem a stúdióból jelentkezem, hanem itthonról, házi karanténból, de ennek van egy olyan előnye, hogy például velem tud tartani a párom Zsófi, és ő is fogja folyamatosan csinálni velem a gyakorlatsort, el Zsófi. Ami például azért lesz nagyon hasznos. Sziasztok! Én fogok tudni nektek mutatni majd egyéb verziókat, könnyítéseket, el tudom majd rajta mutogatni azt, hogy mire kell figyelni, hiszen ezt az órát nem csak élőben tudjátok követni, hanem majd vissza is tudjátok nézni, tehát azt gondolom, hogy még akár utólag is tanulhattok majd belőle. Yin Yang Yoga, ezt a nevet adtam az órának, aminek az a motivációja, hogy ezt a két fajta energiát, a Yin és a Yangnak az áramlását fogjuk egyensúlyba hozni. Tehát úgy állítottam össze a gyakorlatsort, hogy az eleje az inkább dinamikus, erőteljesebb, áramló, tehát szoláris energiákról fog szólni, míg a második rész az inkább a lunális, tehát a női energiák, ezek inkább nyújtások, csípőnyitások, passzív ászanák lesznek, úgyhogy a végére ez is segít abban, hogy minél inkább harmóniába kerüljön a test és az elme. Kezdjük is el a gyakorlást, egy kis nemelegítéssel, pontosabban ízületi átmozgatással, amihez a matrac végében térdelj le, ülj rá a sarkakra, és a kezekkel nyújtózz előre. Támaszd meg a mellkast, nyisd, szélesítsd a vállakat, majd lassan engedd lejjebb a felső testet. De ne engedd le még a fejet, hanem az új vegyeken sétálj előre. Most az a cél, hogy minél jobban megnyújtsuk a hátat, tehát minél egyenesebb nyújtásban legyen a gerinc. Ezért is nem teszed még le a fejed, hanem próbálsz az új vegyeken előre sétálni. Azaz, majd leengeded a fejed, és megpihensz egy kicsit ebben a nyújtott helyzetben, átlélegzed magad, és elkezded megfigyelni már a légzésedet. Ugye az nagyon fontos, hogy a gyakorlás közben is legyen a légzésed kontrollált, és például lekörben figyelj arra, hogy csak az orron át járasd a levegőt mindkét irányban. Aztán egy kicsit csúsztasd hátrébb a kezeket, hogy most már feküdjön föl az alkar is, és egy kicsit jobban el tud lazulni. Hogyha nem tudod kényelmesen letenni a fejed, akkor távolítsd egy kicsit a térdeidet. Ezzel legalább a csípőt is már egy kicsit jobban bemelegíteni, még mélyebbre tudod engedni a mellkast, és akár emelheted is a fejed, tehát ha kényelmes, akkor az állat is lerakhatod a talajra, de most még nem az a lényeg. Csak ha jól esik, tehát ne legyen feszültség a nyakadban. Egyébként is minden gyakorlatot úgy végez, hogy a számodra fájdalmat ne okozzon. Ezért is fogok sok esetben majd könnyített verziót is mutatni, mert bízom benne, hogy sokan nézitek, és hogy különböző szinteken is tudjátok majd gyakorolni velünk ezt a sorozatot. Jó. Innen most fölemelkedsz asztaltartásba, ahol tehát függőlegesek a karok, függőlegesek a combok, és komorítasz be légzésenként, föl is nézel, tehát a nyaki gerincet is átmozgatod, kilégzésenként pedig pumposítasz. Azaz. És ezt ismételnéd meg kétszer, tehát belégzés nyit a mellkas, fölfele nézel, kilégzés, pumposítasz. Majd állítsd meg középen, és ezután hajlítsd be a lábujjakat, emeld el egy kicsit a térdeket, és tartsd meg így. Itt is törekedj arra, hogy függőleges legyen a comb. Azaz, közben én kikeresem az élőt, hogy majd lássuk a képet, hogyha betölti. Azaz. Majd billensd föl a medencét lefele néző kutyában. Ez is még egy bemelegítő verzió lesz, tehát arra figyelj, hogy minél magasabban legyen a medence, de hajlítgass még a térdeket. Egyik sarok emel, másik letol, és aztán váltod. Tehát mind a két térdet hajlítgatod, és hogyha jól esik, akkor a csípő lapátokat is kibillented oldalra. Azaz, most már látom is magunkat, szuper. Remélem, hogy a hang is jó. Jelezzetek, hogyha bármi probléma van a vétellel. Közben a tekintetet viszel a köldök irányába, tehát hajlítod a nyakat előre,
megy föl a tekintet, azaz. Majd megállítod a térdek mozgását, és megpróbálod egy kicsit nyújtva tartani a lábakat, de ez nem olyan fontos, mint az, hogy a hátat nyújtsd, tehát billensd a medencét, és ha kell, akkor most mind a két térdel egy kicsit behajlíthatod. És tudsz még egyet billenteni a medencén, azaz. Majd ezután nézz előre, és lépj a két kéz közé, vagy legalábbis minél előrébb, majd nyisd a mellkast, nézz föl, és kilégzésre engedd le a fejed. Belégzéssel pedig emelkedj, hozd föl a kezeket, tárd szét a kézújakat, lehet imatartás is, de most tartsd meg egy pár légzésig, és tárd szét a kézújat, nyisd a mellkast, nézz föl, egyenes a térd, majd kilégzésre hozd a kezeket a mellkashoz, imatartásban is hunyd be a szemeket. Tehát a ráhangolódás meg volt, most a belegítéssel folytatjuk, de előtte beállítjuk az alapállást, tehát a Samasthiti vagy Tadasana hegytartást, ahol fontos az, hogy a feneket próbál magad alá billenteni, hozd tónusba most már az izmokat, tehát húzd fel a tért kalácsokat, tartsd minél mélyebben a vállakat, és egyenesen a nyakat. Azaz, tehát egy kicsit az állat hátra húzod, fejtető merőleges a plafonra is, most már a karokat is leengeded, egyenes a kar, majd kinyitod a szemeket, és elkezdjük a napüdvözlet A verziót. Most az első kört még én is csinálom veletek, majd mutatok könnyítéseket. Tehát belégzésre fölnyújtózol, fölnézel. Kilégzés előre hajolsz, leteszed a tenyereket, leengeded a fejet, majd emeled, belégzés. És kilégzésre először akár csak hátra lépsz deszkába, és onnan leengeded magad csaturanga, majd belégzés, felfelé néző kutya, emel a szecsót. Átördülsz alá fejeken, megérkezel lefele néző kutyába, és ezt tartod pár légzésig, de most már ne emelgesd a sarkakat, hanem ha kell, akkor mind a kettőt tartsd egy kicsit elemelve, és hajlítsd be a térdet, tehát fontosabb, hogy itt az alsó háti szakasz egyenes legyen, vagy ha megy, ahogy Zsófinak is, akkor lerakod mind a két sarkat, és megnyújtózol. Viszont figyelj arra, hogy a vállak minél messzebb legyenek egymástól, minél szélesebbek legyenek, a kézújak legyenek széttárva, mert így nehezebben csúszik előre a kéz, illetve a csuklót is kevésbé terheled. Szóval egyenletesebb a súlyelosztás a tenyereken. Majd előre nézel és lehet megint lépni, de most már akár ugorhatsz is előre a kezekhez, elemeld fel, nyit a mellkas, kilégzés lenne a fej, és belégzésre emelkedsz fönn a tekintet. Ebből csinálunk még egy kört, kilégzés, leengeded a kezeket, és most mutatom a könnyítést, tehát belégzésre fölnyújtózol, kilégzésre hajolsz, és hogyha be kell hajlítani, nyugodtan hajlítsd be a térdet, de engedd le a fejet, majd ahogy emeled, nyisd meg a mellkast, és ha tudod, húzd följebb a térdet, de maradjon lenn a tenyér. Aztán, ha tudsz, akkor már ugorhatsz is csaturangába. De nyugodtan léphetsz is bármikor. Felfele nézzük, ugye? Lefele néző kutya. És megint megtartod pár nézésig. Itt, ha jól esik, akkor bármikor emelgetheted a sarkakat, de figyelj arra, hogy végig legyen tehát nyújtva a hát, a gerinc, csak a nyaki részt hajlított, tehát megy föl a tekintet a köldök irányába, de semmit nem erőltetsz. Ez tehát nagyon fontos, hogy mindent a fájdalom küszöbön belül gyakorolj. Azaz. Nézem, hogy esetleg van-e valami komment a hangerőre, de úgy látom, hogy jó. Most engedd le a térdeket a matrac széleire. Tehát most már nyiss egy nagyobb terpeszt, akkor is, hogyha eddig nem tetted, és így nyújtózz meg előre. Azaz. Megint megpróbálhatod, hogy hát, ha már jól esik az állat letenni, de ha nem, akkor most is a homlokot tedd le. A tenyerekkel egy picit eltolhatod magad most, tehát a medencével minél inkább hátrafelé törekszel. Ha jól esik, akkor itt is jobbra-balra kibillentheted a csípkőlapátokat. Azaz. És most már bemelegedtünk annyira, hogy áttérjünk egy kicsit bonyolultabb napüdvözlet sorozatokra. Innen emelkedj megint asztaltartásba, hajlítsd a lábujjakat, billest fel a medencét, nyújtózz meg lefele néző kutyában, vagy ugrasz, vagy lépsz, tehát, vagy sétálhatsz, és akár leérkezd meg a kezekhez, nyit a mellkas, kilégzés, lenn a fej, és emelkedsz fönn a tekintet a hüvelykújjakon. Kilégzés, leengeded a kezeket, Samasthiti, és a D verziót fogjuk most elvégezni, itt lendít a kar, és hajlítod a térdet,
Tehát széktartásba érkezel meg először, és utána folytatod ugyanúgy egy darabig, mint az előző verzión. Tehát emel a fej, és mutatod lépve, akkor deszkából engeded le magad, ha ugrasz, akkor már hajlít a könyök, majd emel a szed, csont, felfele néző, kilégzés, lefele néző. És ezt most nem tartod meg, hanem a jobb lábbal előre lépsz a két kéz közé, emelkedsz harcos, egyes, fönn a tekintet itt is, kilégzés, válszélességben tedd le a kezeket is deszkából, egyből engedd ismét csaturangával, belégzés, felfele néző, kilégzés, lefele néző kutya, és előre emeled most a bal lábat. Hátul, hogyha fáj, nem kell letenni a sarkat, de így stabilabb az alátámasztás, tehát ha megy, akkor így próbál. Majd deszka és csaturanga ismét, majd felfele néző kutya, és lefele néző kutya. És ezt is tartsd meg most egy pár lézésig, megy a tekintet tehát föl, és aztán a továbbiakban majd úgy fogjuk kombinálni, variálni a sorozatokat, hogy mindig egy másik ászanát fogunk kitartani, tehát már a következő körben nem a lefele néző kutyát, vagy legalábbis nem az egylábas verziót fogjuk megtartani, hanem beleépítjük a sorozatba, vagy sem a teljes, hanem az egylábas verziót. Azaz, kivégzés után előre nézel, ugrasz vagy lépsz, nyit a mellkas, leenged a fej, és hajlítod a térdet, ahogy emelkedsz. Fönn a tekintet, kilégzés, szanasztiti. Jó, tehát a következő kört ugyanúgy indítod, mint az előzőt, hajlít a tér, széktartás, kilégzés, döntesz előre, engeded le a fejed, belégzés, emel, vagy ugrasz, majd lépsz, érkezel csaturangába, könyökök hátrafele néznek, felfele néző, és lefele néző kutya, és maradsz ugyan benne, de már most megtartjuk az egylábos verziót, jobb lábat emeld föl. Azaz, és ezt tartsd meg pár nézésig. Arra törekedj, hogy minél kevésbé forduljon ki a csípő, azaz, tehát a jobb csípőlapáttal lefelé törekszel, egyenes a térd, aktív a lábfej, azaz, és itt is a tekintet ugyanúgy a köldök irányába megy. Még egyet nyújtózol a jobb lábbal, és kilégzésre előre lépsz a két kéz közé, emelkedsz harcos egyes, és folytatod, jön a másik oldal. Csaturanga, felfele néző, lefele néző kutya, és belégzésre emeled hátra most a bal lábat. Tehát ezen az oldalon talán jobban is látszik, hogy itt a csípő biztos, hogy egy picit ki fog fordulni, ha elég magasra emeled a lábat, ezt neked kell majd visszaforgatni. Hogyha az elemelt lábnak a talpát forgatod az ég felé, és egyenes marad a térded, akkor ezzel tudod biztosítani, hogy a medence középen, tehát szemben maradjon a matrac síkjával. Még egy nyújtózás, belégzés, és kilégzés, előre lendíted a lábat. Emelkedsz harcos egyes, kilégzés, leteszed a kezeket deszka, hátralépsz, hajlít a könyök csaturanga, felfele néző, lefele néző, és a teljes verziót már nem tartod meg, hanem ugrasz vagy lépsz vissza. Ismét az az elemelt fel, nyit a mellkas, kilégzés, lenn a fej, belégzés, emelkedsz, hajlított tért, fönn a tekintet, kilégzés, lenn a kéz, és belégzésre indítjuk a következő kör, tehát itt is utkatászanával kezdesz, hajolsz előre, lenn a fej, belégzés, emel, kilégzés, csaturanga, belégzés, felfele néző, kilégzés, lefele néző, úgyhogy és most is felhozod a jobb lábbal, de most már nem ezt fogjuk tartani, hanem kilégzésre előre említ, kinyitod oldalra a csípőt, leteszed hátul a sarkat, harcos kettes, és ezt tartod. Elől a tekintet, a jobb kéz középső ujján, törekedj arra, hogy a karok vízszintesek legyenek, tehát ne húzd föl a vállakat a fülekhez, próbáld viszont minél lejjebb engedni a combot. Azaz, hátsó térd egyenes, az előlévő térdet, ha tudod, akár delészedik hajl is. Még tartom, minél inkább az oldalsíkra törekszel, ez is nagyon jó csípőnyitó. Kilégzés, lenn a kézdeszka, hátra lépsz, felfele és lefele néző kutya. Kilégzésre érkezel, belégzésre emel föl, most egy lábos verzióban a bal láb, de nem tartod, hanem kilégzés előre lendített, hátul lenn a sarok, és nyitod a csípőt oldalra. Harcos kettes, azaz, és tartod.
Tehát itt minél lejjebb tudod engedni a combot, annál kevésbé fog kivillenni a tér az oldalsíkról, mint a két üveglap közé lenni beállítva. Azaz, karok vízszintesek, ne feszítsd túl a karokat, mert akkor felugranak a vállak, hanem próbáld azáltal is, hogy a vállakat a fülektől távolítod, nyitni a mellkast. Azaz. És a következő kilégzéssel tedd be a tenyereket, megint lépj hátra deszka, hajlít a könyök, csaturanga, belégzés felfele, kilégzés lefele néző kutya, és ezt most ugye megint nem tartod, hanem már ugrasz vagy lépsz vissza, nyit a mellkas, kilégzés lenne a fej, belégzés hajlít a tért fölön a tekintet, kilégzés szavasztíti. Megint nagyon hasonló sorozat jön, hajlítod a térdet, utkatászon a belégzés, kilégzés ugyanúgy döntesz előre, lenne a fej, belégzés emel, kilégzés, ugrasz vagy lépsz, ugyanazokat a gyakorlatokat csináljuk ebben a körben is, csak majd tovább megyünk még egy újjászanába. Jobb láb elemel, nyújtózik, kilégzés előre lépsz, emelkedsz harcos kettes, azaz, és kilégzéssel előre döntesz rá, teszed a könyököt a térdre először. Hogyha megy a teljes verzió, akkor csinálhatod akár a talajra is lerakhatod a tenyeret, azaz, csak arra figyelj, hogy itt is oldalsíkok alatt, tehát a felső váll az mindig az alsó fölött helyezkedjen el. Nem baj, hogyha nem éred el a talajt, de akkor ne is támaszkodj, ha nincs lenne az egész tenyér, akkor ne támaszkodj a talajon, hanem inkább a könyöködön. A könyököddel, a térdeden. Azaz. Következő belégzés, emelkedsz vissza harcos kettes, kilégzés, leteszed a tenyereket, deszka, csaturanga. Belégzés, emelkedsz felfele néző kutya. Kilégzés, lefele néző kutya, jön a másik oldal. Emel a láb, kilégzés, előre lépsz, egyből B verzióba emelkedsz, harcos, kettes tehát, és kilégzés, döntesz oldalra. Először csak a könyök támaszt, tehát ezzel tudjuk beigazítani a mellkast az oldalsíkra, és ha tudsz lejjebb menni, anélkül, hogy kibillennél, ugye próbálsz a medencével is visszafordulni, akkor leteheted a tenyeret. Sőt, van olyan verzió, amikor a külső talpénhez tesszük a tenyeret, de fontosabb az, hogy ne billenjen ki tehát a törzs oldalra, ezért nyugodtan maradhatsz följel, nyugodtan maradhat a könyök támasz a térdeden, megy föl a tekintet, majd a következő belégzésre emelkedsz, kilégzés, leteszed a tenyereket, hátra lépsz deszka, csaturanga, felfele, lefele néző kutya, még mindig nem tartod ki, ugrasz vissza, vagy lépsz, elemelt fej, belégzés, kilégzés, lenne fej. És emelkedsz, hajlított térdel, kilégzés, szamasztiti. A következő körben tovább variáljuk a dolgot, hajlítod a térdeket, fölbe a tekintet, kilégzés, hajolsz előre, lenne fej, belégzés, emelnyit a mellkast, kilégzés, csatornába. Majd egy felfele néző kutya, vagy le is rakhatod a térdeket, ha sok a derekadnak, tehát kobra. Majd lefele néző. Emel a jobb láb föl, kilégzés előre lépsz, belégzés emelkedsz, harcos kettes, és kilégzés döntesz, itt elég, ha a térdedre rakod, mert belégzésre visszaemelkedsz. És kilégzésre most a másik irányba döntöd a törzset, és ezt tartod. Itt arra figyelj, hogy ne menj túl mélyre a törzsel, hogy ne emelkedjen el elől a comb, hanem maradjon ugyanaz a mélység, és itt is próbálj az oldalsíkon maradni a csípővel. Tehát hátul húzd vissza a matrac középvonala fölé a csípőt, azaz nyújtózókkal követi a törzsvonalát, nézel a felső kézújjára. Azaz belégzés, visszaemelkedsz harcos kettes, kilégzés, leteszed a kezet, hátra lépsz deszka, hajlít a könyök csaturanga, belégzés, felfele néző, kilégzés, lefele néző kutya, emel a bal láb, lendíted előre kilégzés, ugyanúgy, ahogy eddig kezdett harcos kettessel, kilégzés döntesz, de most nem maradsz itt, belégzés, emelkedsz vissza, és kilégzés, másik irányba békés harcos. Ez a kéz egy kicsit támaszkodhat is, tehát engedheted picit lejjebb csúszni, de azért súlyt is helyezhetsz rá, csak figyelj arra, hogy inkább maradj az oldalsíkban, jobb csípőt húzod most vissza, a középvonal fölé, mint hogy mélyebben menj, és próbáld a combot minél mélyebben tartani.
Azaz, belégzés emelkedj, harcos kettes, kilégzés lenn a kéz deszka, hajlít a könyök csaturanga, belégzés felfele néző, kilégzés lefele néző kutya. Most maradj benne egy pár légzésig, megint behajlíthatod a térdeket, vagy hajlíthatod őket, egy kicsit elhozgathatod csípőt jobbra-balra, kibillentheted. Hát én nagyon bízom benne, hogy csak nálam ellen mindig a közvetítés, mert én közben nézem a laptopról, de látom, hogy folyamatos az adás. Azaz, és most tedd be a térdeket megint egy kicsit pihenj meg. Tehát itt, hogyha jól esik, már a karom, tehát a törzs mellé is hozhatod, hogyha kényelmesen meg tudod támasztani a fejet homlokkal, mert hogyha nem, tehát a nyakadnak nem kényelmes, akkor ugye elől a karok segítenek az alátámasztásban. Jó? Azaz. Még egy napüdvözletszerű kör lesz, de itt most már több dolgot fogunk benne variálni, hogy egy kicsit jobban kell figyelni. Azaz, előre hozod megint a tekintetet, előre nyújtod a karokat. Széttárod már most a kézújakat, tehát ne feledd, hogy milyen fontos az alátámasztás. Azaz, majd emeled a feneket, hajlítod a lábújakat, fölbillented a medencét, elemeled a jobb lábat, és aztán fönt marad a láb ki, forgatod a csípőt, behajlítod a jobb térdet, és megpróbálsz kinézni a hónod alól. Azaz, a térdnek a hajlítása is segít a csípőnyitásban, tehát hogy egy picit még jobban kifordulj oldalra, de nagyon fontos, hogy a tenyerek helyzete az maradjon meg az eredeti, mert ez segít abban, hogy ne veszítsd el az egyensúlyodat. Azaz, hogyha ilyen szépen lent van hátul a sarkkal, akkor figyelj arra, hogy a térdből ne csavarodj, tehát kínéld a tért szalagokat, azaz, és most gyere vissza középre, és lendítsd előre az elemelt lábat, tehát a jobb lábat tedd le, és tedd le hátul a térdet. Tehát most egy csavarást fogunk elvégezni, maradjon középen a medence, és tedd le a bal tenyeret. Ide a belső talpéhez, azaz. Majd nyújtózd meg a jobb karral fölfelé. Ugye Zsófi már mutatja is az egyen aktívabb verziót, tehát amikor hátul nyújtva van a térd és elemelkedik, ami annyiban teszi intenzívebbé a csavarást, hogy itt a lábfej az egyenesben van, tehát a sarok hátrafele néz, és így kevésbé fordul ki a csípő, és ahhoz képest jobban ki tudnak fordulni a csigolyák. De hogyha szeretnéd, akkor lerakhatod a térdet, és onnan is csavarodhatsz. Az a lényeg, hogy neked ne legyen túl sok a verzió, hogy ne okozzon fájdalmat, ne okozzon sehol túlfeszültséget. Jó, most tedd le, gyere vissza középre, tedd le kívülre a tenyeret, hátul hajlítsd a lábújjakat, és nyújtsd hátra a jobb lábat egy lábas deszkába, és ezt tartsd meg. Jó, tehát itt arra törekedj, hogy az elemelt láb az pont vízszintes, azaz a karok pedig pont függőlegesek, tehát a váll a csukló fölött helyezkedik el. Ne essen előre a fej. És most megpróbálhatsz egy egylábas csaturangát is, tehát úgy hajlítod a könyököt, hogy a másik lábat emeled. Ha sok, akkor lerakhatod a térdet. Kilégzésre már mind a két lábat van. Belégzés emelkedsz felfele néző, kilégzés lefele néző kutya, és emel most a bal láb föl, azaz. Hajlítod a térdet, kiforgatod oldalra. Azaz, kitekintesz a hónod alól a plafon irányába. Tehát a vállak azok természetesen kibillennek, de a tenyerek ne csúszanak el, azok maradjanak az eredeti helyükön, és szépen nyitod a csípőt, abból, meg derékból, hátból csavarodsz, és nem a tartó láb térdéből. Azaz. Majd gyere vissza megint középre, és lendítsd előre a lábat, amit elemeltél, tedd le. Kicsit beljebb hozhatod a jobb tenyeret, közelebb a lábfejhez, megtámasztod a mellkas oldalra, nyújtózol fel a karral, és csavarodsz. Tehát a csavarásnál is nagyon fontos az, hogy a gerinc minél egyenesebb legyen, tehát a csigolyákat minél jobban el tud egymáshoz képest forgatni. Azaz. Még egy belégzés, nyit a mellkas, kilégzés, csavarodsz, majd belégzés, visszajössz középre, kilégzés, egy lábas deszka, hátra nyújtod a lábat, azaz, és tartod. És akkor ebben a körben, Zsófi, majd a könnyített verziót mutasd meg a csaturangából, tehát a támaszkodó lábtérdét lerakod, és
és úgy hajlítod a könyököket. Az aztán ezt is lehet gyakorolni. Emel a másik láb. Kilégzésre mind a két láb lent van, belégzés felfele néző, kilégzés lefele néző kutya. Azaz. Kicsit megmozgatod benne megint a sarkakat, hajlítod a térdeket, tartod néhány légzésig a pulzust. Azaz. Majd előre nézel, és megint ugrasz, hogy lépsz a kezek közé, elemelt fejjel, nyit a mellkas, kilégzés, lenn a fej, belégzés, hajlítod a térdet, utkatászana, és most megtartod ezt is egy pár légzésig. Ugye itt arra törekedj, hogy próbáld a fereket magad alá billenteni, tehát ezzel is egyenesíteni az alsó hátat, és így fölvinni a tekintetet. Tehát nem baj, hogyha nem tudod teljesen zárni a tenyereket, de arra figyelj, hogy a vállakat minél lejjebb menjen. És ezzel is nyisd a mellkas, tehát ezzel is mélyítsd a légzésedet. Még egy picit billent a medence, azaz egyenes az alsó hát, maradnak lenn a sarka, zárulhatnak a térde. Azaz. Majd a következő belégzésre visszaemelkedsz, leengeded a karokat, szamasztíti. És most egy picit lelazíthatod a lábakat, a kezekkel külső combizmokat lelászhatod, és egyensúlyozó gyakorlatokkal fogjuk folytatni. Zsófi ugye a sashozzal kezdjük, aztán pedig majd mérlegtartással folytatjuk. Először a jobb lábat emeled, és keresztezed a combokat. Hogyha megy, akkor beakasztod a lábfejet is a láb mögé, de hogyha ez nem megy, akkor így is tartod a pózt. Ha a jobb lábban fölül, akkor a jobb kart helyezed alulra, mutatom a kéztartást. Átemeled rajta a balt, és a tenyereket egymás felé fordítod, próbálod zárni. És tartod. Itt is próbálod a medencét előre billenteni, tehát a feneket magad alá. Hogyha ez a kéztartás nagyon nem megy, mert nem érnek össze a tenyerek túl nagy felületen, akkor csak feszítsd meg a felső tenyeret, és markold meg a üvegkujját. Azaz. De ezzel ugye a vállizületet is, a könyököt, a csuklót, mindent nagyon jól lazítasz. Azaz, belégzésre emelkedsz, és a felhúzott jobb lábat most hátrafelé nyújtod, azaz mérlegtartás. Itt akár maradhat ugyanaz a kéztartás, de ha már kényelmetlen, akkor lehet nyugatartásban a kéz a mellkas előtt. Azaz. Nagyon jó. Még egy kicsit tartod. És aztán kilégzésre lejjebb mész, megpróbálod letenni a kezeket a talajra. Ha kell, akkor behajlítod tartó lábnak a térdét. És most megpróbálsz kifordulni oldalra, tehát a jobb kéz megy a csípőre, emeled a jobb csípőt, és akár a tekintetet is fölvigheted. A másik láb egyenes, tartó láb is, hogyha megy, de ha kell, picit átbehalmíthatod. Az is elég, ha csak az új belépken támasztasz. Ha már stabil az egyensúly, akkor fölviszed a tekintetet a kézújakra, de így nehezen megtartani. Gyere vissza középre belégzésre, és ha elől rajd is kicsit a térdet, hátul pedig egy ilyen kis terpezbe tedd el a lábat. Azaz. Majd nyújtózz meg mind a két térdel, hozd a kezeket csípőre, azaz, és belégzésre emelkedj. Aztán most át is fordulhatsz akár a másik oldalra. Emeled most a bal lábat. Jó, kezdjük megint a sashozzal, tehát keresztezed a combokat, megpróbálod beakasztani a lábfejet. Minél jobban tudod hajlítani a tartó láb fejét, annál jobb lesz. Azaz. Nekem a közvetítés egyébként folyamatos, tehát van, hogy a videó leáll, azt nem tudom őszintén szólva, hogy miért van, de a közvetítés az folyamatosan megy. Úgyhogy visszanézni biztos visszatudjátok. Azaz, belégzésre emelkedsz, és a felhúzott lábat most hátra nyújtod, kilégzésre döntöd előre a törzset. Most a kéztartást is megtartott a Zsófi, de hogyha már nagyon kényelmetlen, akkor rakhatod imatartásba. Azaz, bal csípő közelít a talajhoz. És tartod. Még egy kicsit. Arra törekszel, hogy a törzs és az elemelt láb ugyanazon az egyenes vonalon legyen, akkor is, hogyha ez nem vízszintes.
ezért hívjuk mérleg hóza. És kilézős lejjebb mész. Ha kell, behajlítod a tartó lábtérdét, hogy meg tud támaszkodni, ha csak az új benyeken tudsz, az is jó lehet. Az egyensúlyra figyelj viszont, emel a bal kéz, bal csípőre teszed, nyitod oldalra a csípő, de még lefelé nézel. Csak ha már stabilizáltad a pózt, akkor vidd föl a tekintetet. Azaz, de végig maradhat tehát akár lent is. Azaz, majd visszajössz középre, kicsit behajlítod erről a térdet, hátul kis terpezve lerakod a lábat, megnyújtózol, majd csípőre teszed a kezeket, és a következő belégzésre emelkedsz. Megállsz a matrac elején, szamasztit, és ezzel az állat gyakorlat sornak lassan a végére érünk. Azaz. Még állásból indítjuk a következő gyakorlat sort, tehát belégzés, fölhozod a karokat, kilégzés, hajolsz előre, lenn a fej, belégzés emel, majd hátra lépsz deszka, hajlít a könyök csaturanga, tehát lerakhatod a térdet, hogyha a teljes verzió túl sok, majd belégzés felfele néző kutya, kilégzés lefele néző, és innen visszaengeded magad deszkába. Majd ismét egy csaturanga, ismét egy felfele néző, és egy lefele néző kutya. Ismét visszaengeded magad deszkába, és ezt most megtartod. Sőt, majd át fogunk menni egy alkartámaszos verzióba is, tehát figyelj arra, hogy függőleges a kar, hogy a válasz pont a csukló fölött van. És most ahol a tenyerek voltak, oda tedd le a könyököket, gyere le alkartámaszba. Azaz, tartsd meg itt is, hasfenékbe húz, tehát a hát és a lábak ugyanazon az egyenes vonalon vannak, azaz még egy kicsit tartod. És aztán a következő kilégzésre engedd le. Pihenj meg egy kicsit, helyezd el a tenyereket magad előtt, egymáson, és vagy a homlokot, vagy az állat helyezd rá, amelyik jól esik. És pihenj meg egy picit. Típusú gyakorlásnak a túlnyomó részén most túl vagyunk. Picit nyugtasd a légzésedet, hagyd lassulni a pulzust, és aztán lassan támaszkodj meg, gyere föl, kezek segítségével billensd hátra a feneket, most átjövök erre az oldalra, tehát billensd hátra a feneket, nyújtózz még meg egyet baba pózban. Majd gyere föl, és a feneket elemelve keresztezd a lábakat, és ülj be a sarkak mögé. A talpakat pedig húzd fel jó közel a medencéhez. Hogyha ez nem megy egyből, akkor ahogy a Zsófi is csinálta, te is csinálhatod azt, hogy a medencét csúszhatod előré. Az a lényeg, hogy a sarkak medencéhez minél közelebb legyenek, akár egy háromújas kapóval is megfoghatod a nagy lábújakat, nyisd a mellkast, húzd le a vállakat. De be is rakhatod a tenyereket a lábfejek alá. Először csak egyenesítsd a hátat. Majd egy kicsit engedd előre a törzset. És figyeld azt, hogy az előrehallástól nyílik a terpesz is, a térdek is mennek lejjebb. Azaz. Mehesd előre a fejet. Lélegezd ki a feszültséget, minden kilézésre egy picit lejjebb ereszkedhetsz a pózba. Majd belégzésre emelkedve a tenyereket helyezd le magad előtt, és most így támaszkodva próbálj előrébb hajolni és lejjebb menni. Az nem baj, hogyha a belső talpélek szétnyílnak, sőt, ugye attól kerülhet majd lejjebb a téged. Azaz. Nem az a lényeg tehát, hogy milyen mélyre mész, hanem hogy érezd a csípőnyitást. Jó, következő belégzéssel
támaszkodj vissza a kezekkel, és most támaszkodj meg hátul, magad mögött a kezekkel, és helyezd ki a talpakat a matrac széleire, billensd ki a térdeket mind a két irányba párszor. És aztán feküdj hanyatt, egy picit csúsztathatod előrébb a medencét, feküdj hanyatt, és öleld meg a lábaidat. Figyelj arra, hogy a feneked ne emelkedjen el, tehát csak annyira legyen szoros az ölelés, hogy fölfeküdjön szépen a derekad, hogy a nyakadat is el tud lazítani, és finoman jobbra-balra gördülj egy párat, masszíroz meg. Na, úgy látom, hogy néha nem is leáll egyébként, de elvileg a közvetítés az folyamatosan megy. Jó, megmasszírozod egy kicsit a hátizmokat, és aztán folytatjuk a csípőnyitást Happy Babyvel, vagyis boldog babával, ilyenkor fölfele néznek a talpak, és lefele húzod a térdeket, de fontos, hogy ez ne ütemesen, hanem egy állandó húzóerőt próbálj meg kifejteni, azaz, és itt is fontos, hogy minél inkább fölfeküdjön a derekad a talajra. Azaz. Tehát, hogyha párhuzamosak, körülbelül függőlegesek a lábszárak, az a leghatékonyabb módja a póznak. Jó, most bontsd a lábtartást, és öleld meg ismét a lábakat, de most már szorosabban, tehát a fejet is, feneket is elemelve, most előre, hátra gördülj egy párat. És aztán mondjuk a harmadik gördülésre érkezz meg ülésbe. Tedd el a tenyereket, és emelkedj térdelő állásba. Ugye azt a tartásból fogjuk indítani, én ki is jövök a képből, a Zsófit jól lássátok. Tehát az a lényeg, hogy a kiinduló pózhoz képest a lábak helyzete ne változzon, úgy gyere egyre lejjebb, tehát akár alkar támaszva, vagy csak a karokkal előre nyújtózva, azaz. És egy nagyon mély mellkasnyitás, egy hátrahajlító gyakorlat, ami harmonizálja a szívcsakrát, nagyon sokat segít a légzésnek a mélyítésében, azaz. Itt is, hogyha megy, akkor akár az állat is lerakod, de közben ugye figyelsz arra, hogy a medencének az eredeti helyzete az megmaradjon. Oké. Azt se vegye el a kedvet, hogyha épp olyan napod van, amikor nem megy az egyensúlyozás, láttam ilyen kommenteket is. Hát ez mindig változik az aktuális elmeállapotunknak is a függvénye, de amikor nem megy, amelyik fajta póz nem megy, azzal van igazán dolgunk, tehát annak a hatásaiból tudunk a legjobban profitálni mindig, szóval gyakorolni, azért mindig érdemes ezeket is. Jó, gyere, emelkedj föl, most, és térdelő állásban maradunk, még egy mélyebb hátrahajlítás következik, ez pedig a terepóz, ahol megtámasztod a kezekkel a derekat, és nyitod a mellkastán, emel a szedcsont, és figyelj arra, hogy úgy engedd magad hátra, hogy a combok helyzete itt se változzon, tehát körülbelül függőleges maradjon. Ezért a teljes verziót nem kell erőltetni, amikor letesszük a tenyeret a sarkakra, hogy Zsófi megmutatja, de hogyha itt nagyon kibillen a medence, azt érzed is, hogy nem esik jól a derekadnak, akkor nyugodtan bármikor tedd vissza ide a hátra a kezeket, tehát a comb függőleges maradjon. Azaz, ez is nagyon jól nyitja a mellkast. Nagyon jó megnyújtja a nyak előső részét, tehát majd arra vigyázz is, amikor emelkedsz. Akár ilyenkor is használhatod a kéztámaszt, tehát visszarakhatod a derekadra a kezeket, és így emelkedsz lassan vissza a nyakad utoljára. Oké, a következő egy olyan kontrapóz lesz, ami most a másik irányba fogja hajlítani a gerincet, tehát nem teszed a fejtetőt a térdek elé, és úgy emeled el a feneket, hogy közben kapaszkodsz a sarkadban. Azaz. Próbálod minél magasabbra tolni a medencét, de úgy, hogy közben a fejtetőre nehezedő nyomás az ne növekedjen, amit azzal tudsz ellensúlyozni, hogy a karok aktívan kapaszkodnak a sarkadban, tehát nem csak a bukfencet gátolják, hanem azt is, hogy túl sok súly nehezedjen a fejtetőre. Ezt hívjuk egyébként nyúlpóznak, egy nagyon jó kontranyújtás. Innen emelkedj belégzésre, és most megint leteszed a tenyereket
a lábak mellé, és elemeled a térdeket, akár át is, meg is próbálod átcsúsztatni a keresztezett lábakat a kezek közt, hogyha megy, és egy picit megint előré csúsztatva a medencét, hanyat fekszel. Most a lábakat és a karokat úgy emeld el, hogy párhuzamosak legyenek, egy kis hasgyakorlat, bár ennek az órának nem ez van a fókuszálva, de azért legyen a második részben is egy kis hasazás. Köldök póz, tehát 45 fokba emléked, és a köldök környékén fogod érezni az intenzív hasbést. Karok és lábak egyaránt 45 fokban, tehát párhuzamosan. Az fontos, hogy a lapockának az alsó része az még lent maradjon, és csak a fölött emelkedjél, viszont a fejedet minél közelebb tartsd a lábfejekhez, és ugye ezzel hozod létre igazából ezt az intenzív hasbést, ami az alsi izmokat dolgoztatja elsősorban. Azaz, még egy kicsit tartod, kilégzés, leengeded, és most nyújtod meg jól esően, tehát a karokat az egyik irányba, a fület mellett, lábakat a másik irányba nyújt, szorítsd le a lábfejeket, spiccel, azaz, nyújtózz meg jól esővel. Ezután következik még egy olyan passzívabb gyakorlat, ami ugye nem csak csípőnyitó, hanem az összes altesti izületet segít egy kicsit lazítani, amihez felhúzod a térdeket, és a jobb bokádat a bal térdhez illeszted, illetve áthozod a jobb kart a lábak között, és fűzöl a kézujjakat. Az nagyon fontos viszont, hogy le tud tenni a fejedet. Tehát, hogyha nem érde kényelmesen a fejed, akkor itt is kulcsolhatsz a térd hajlatnál. De ha sikerül itt, akkor ez sokkal hatékonyabb egyébként. Azaz, ugye azon se csodálkoz, hogyha az ilyen pózoknak a kivitelezése az inkább megterhelő az elmének, mint mondjuk az izomzatnak. De ilyenkor ilyen belső energetikai blokkokat is tudunk oldani, amik ugye pszichikai eredetűek. Tehát ezért is fontos, hogy itt van, hogy az elmével kell erőteljesebben dolgozni, van, hogy a testtel, de a kettő közötti együttműködés fenntartása az nagyon fontos. Na, még egy kicsit tartod. Aztán kilégzésre bontod, és megcseréled a lábtartást. Azaz. Most a bal kar jön át a lábak közt, és a jobb kart hozod kívülről, és minél közelebb tudod a térdhez kulcsolni a kezeket, annál hatékonyabb lesz a póz, élesztheted ezt a csípő egész területén, a térdben, a bokában egyaránt. Okay. Ilyenkor nyugodtan hunyd is be a szemet, és csak tudatosítsd azt, hogy minden kilégzéssel egy újabb adag feszültséget tudsz elengedni, legyen az akár fizikai, akár mentális. Ugye az is mindig változik, hogy melyik az aktív orjuk, de ugye ezeknél az ászanáknál inkább a lunális energiáknak az áramlását erősítjük, tehát ilyenkor jellemzően a bal. Ezt is megfigyelheted. Majd mosd a lábtartást következő kilégzésre, és most megint mind a két lábat öleld meg. Olyan szorosan, hogy a fejet is elemeled, és közelíted az állat vagy a homlokod a térdekhez. Most egy kicsit a belső szerveket, a bereket is megmasszírozzuk. Azaz, ezt a szeleket felszabadító póznak is nevezzük, Pavana Uttasana. Ez is nagyon jó tesz a derekadnak. Aztán kilégzésre engedd el, feküdj hanyat, és hídálláshoz készülünk. Tehát most úgy tedd le a lábakat, hogy amikor kinyújtod a karokat a törzs mellett, akkor az újbegyek körülbelül a sarokig érnek. Először a kis hidat fogjuk gyakorolni. Ez egyébként a klasszikus jóga híd, vagy barlang póza is nevezünk. Amikor ugye a kezek a medence alatt vannak, feneket emelen, ha tudod, összekulcsolod a kezeket, és nyomod bele a talajba. Nagyon fontos ezeknél a hátrahajlásoknál is, hogy a hirtelen mozdulatokat kerüld, tehát mindig érezd, hogy hol van a határ, hogy ne megy túl magasra. Mert van olyan, hogy az erő a szűk keresztmetszet, van olyan, hogy a lazaság.
Tehát mindig vizsgálni kell a testi érzeteket ahhoz, hogy a határaidat tiszteletben tud tartani. Még tartod egy belégzésre, majd kilégzésre leengeded, és ilyenkor, hogyha felhúzva tartod a lábakat, akkor a derekad jobban fölfekszik, tehát meg tudod pihentetni, el tudod lazítani ebben a passzív helyzetben. Majd a következő körben eldöntheted, hogy még egy kis hidat fogsz csinálni, vagy már egy nagyot. Mivel az a különbség, hogy a tenyereket itt már a vállak alá helyezed be, azaz, és így tolod el magad a karok segítségével, tehát aktív a kar, sőt első körben a könyököt igyeksz elnyújtani, és ettől lesz sokkal ívetebb a hátrahajlás. Majd fokozhatod még a nyújtást elől, hogyha a lábakat is nyújtod. Azaz, először a karok, aztán a térdek nyújtása a teljes verzióhoz. De nem baj, hogyha nem tudod ilyen magasra hozni, az a lényeg, hogy érezd a stabilitást. Hogyha nem érzed biztonságosnak a poszt, akkor nyugodtan gyere le, és csináld a kis hidat. Jó? Leengeded, megpihensz még egyszer. Tehát érdemes egyébként bármikor próbálkozni a nagy híddal, de attól, hogy rendszeresen szoktad gyakorolni, simán lehet, hogy egy adott állapotban inkább a kis híd az, ami a testet kíván, és hogyha így jelez, akkor hallgass rá, és ne erőltesd mindig a teljes, vagy az általad megszokott verziókat. Oké, a fordított testhelyzetek következnek, amihez megint megöleled a lábakat, és egy kicsit jobbra-balra is bőrdülsz, így a hátrahajlások után, majd előre-hátra, és megérkezel ülésbe, majd kijössz, kicsúszol egészen a matrac elejére. Itt először megint felveszed azt a lábtartást, ugye a cipész póznak a lábtartását, összezárod a talpakat, leengedőd a térdeket, ami ugye maga a gyakorlat is lehet, hogyha a fordított pózokat ki kell hagynod, például menstruáció, vagy krónikusan magas vérnyomás esetén. Viszont, hogyha nem kell kihagynod, akkor összezárod a lábakat és fölemeled. Egyébként ebben is maradhatsz, még a fordított testhelyzetek helyett. Vagy tovább mész, emeled a feneket és megtámaszkodsz hátul. Ugye itt az eketartás az még mindig csak egy kiinduló póz, tehát a karokat most még nem nyújtjuk hátra, hanem a tenyereket behozod a hátad közepére és úgy emelkedsz ki a gyertyával. Az egyik legismertebb és az egyik legtöbb jótékony hatással bíró ászana és a fordított testhelyzetek közül is, ahol az a törekvés, hogy a függőleges törzs vonalát kövessék a függőleges lábak, és ehhez fontos itt is, hogy a hasizmok, falizmok aktívak legyenek, tehát hogy billentsd a medencét a hátterjedesítésének irányával, tehát a feneket behúzásával egyenesítsd ki. Azaz. Ilyenkor az egész szív- és érrendszer az felfrissül, tehát megfordul a véráram, tehermentesíti a belső szerveket, a szívet, tehát a lábakat, tehát viszél problémára is nagyon jó, rengeteg jótékony hatása van tehát a póznak. És innen menj tovább ekével, tehát végül is a kiinduló pózunkba érkezünk vissza, de itt már a teljes verzióban, ha megy, akkor nyújthatod a karokat hátra. Ennek az a két feltétele, hogy a láb az már stabilan érjen le, és egyenes térdel. Ha ez nem megy, akkor is tedd le a lábat, hajlított térdel, de akkor még érdemes a hátadon hagyni a kezeket, pont azért, hogy ne essen be a medence, tehermentesítsd a derekat, és egyben egyenesítsd. A teljes verzió egyébként, amikor már spiccel a lábfej, de ha visszahajlítod még a lábujjakat, akkor az egy stabilabb alátámasztást tud jelenteni, tehát először így érdemes fölvenni a pózt, és amikor úgy érzed, hogy már stabilabb megy, és egyenes a derék, akkor átmehetsz spiccbe. Most pedig hajlítva a lábakat, kezek segítségével gördülj vissza a matrac elejére, és hogyha nem csináltad a fordított pózokat, most akkor is csatlakozz be, tehát most már mindenki megöleli a lábakat, ismét egy párat előre hátra gördülsz. Azaz, és utána megérkezel egy keresztezett lábújülésbe. Jó? A zsófélben, akkor majd itt fogok elhelyezkedni. De ez a keresztezett lábú ülés, ez lehet akár egy törökülés, amikor a lábfejeket csak a térdek alá helyezed, és így, ha így tudsz kényelmesen ülni egyenes háttal.
De akár megpróbálhatod a lótuszt, vagy akár a lábfejeket egymás felé helyezve. Szóval ne erőltesd a lótuszt, ha fájdalmat okoz, akkor nem maradj benne, de ha megy a lótusz, akkor így. Egyébként teljes verzióban a nagylábújakat szoktuk így hármas kampóval megfogni, tehát ez bizonyos szempontból még hatékonyabbá teszi a pózt. De nyugodtan lehet könyökfogással is kulcsolni, nyisd a mellkast és kilégzésre lassan engedd előre. Az állat közelítjük egyébként a talajhoz, de hogyha nem ér le, akkor elehinte inkább a homlokot. Jó, és hogyha már a homlok nagyon kényelmesen leér, tehát érzed, hogy ellazul a nyak, akkor lehet esetleg megpróbálni majd az állat is letenni. Ez egy belső energetikai gyakorlat, elsősorban a homlokcsakrát harmonizálja, tehát az energetikai egyensúlyunkhoz ez is nagyban hozzásegít. Jó, aztán belégzésre emelkedj, és most a kezeket hátul tedd le, úgyhogy előre néznek a kézujjak, ez a mutató oldalra is, tehát úgy támaszkodj meg, hogy amikor megnyújtózol, kb. Függőleges a kar, és homorítasz, tehát nyitod a mellkast, ugyanúgy le van szorítva a medence is a talajba, ahogy a tenyerek, hátra engeded a fejet, és jó alaposan párszor átlélegzed még a teljes tüdőt. Tehát ebben a testhelyzetben nyitott mellkassal, megfeszülő hasizmokkal tudod a kilégzésedet is mélyíteni azzal, hogy a alsó tüdőnek az alsó szakaszát a has izmok aktiválásával kiürítel, és tárgatod a tüdőt. Jó, ezután légzésfigyelés következik. Itt először ugyanazt a légzést fogjuk gyakorolni, mint amit az egész órán, tehát csak arra figyelj, hogy minél mélyebben lélegezd át a tüdőt, és hogy csak az orron keresztül járjon a levegő. Tenyerek nézhetnek fölfelé, úgy be a szemeket, összeérintheted a hüvelyk és mutatóujjak hegyét, vagy akár a hüvelykujj első percéhez illesztheted a mutatói hegyét. A lényeg az, hogy egyenes legyen a hát, hogy húzd le a vállakat. Tehát, hogyha bármilyen ülésben is voltál eddig, az már nem kényelmes, akkor lazíts rajta, hogy a koncentrációdat ne zavarja majd. És csak figyeld meg, ezzel is vezesd vissza, hogyha szükséges még jobban a figyelmet, az áramlásra. Ugye a három fő energia csatorna közül a középső, a Sushumna, az a gerinc mentén halad, a másik kettő pedig kettő spirálként veszi körbe, és egyébként ezeknek a találkozásánál helyezkedik el a hét fő csakra, vagyis az energia központok. De most ez a két spirálisan futó energia csatorna közül az egyik tehát a yang, a másik pedig a yin energiákat szállítja. A férfi energiáknak a csatornája az a jobb orjukon, a női energiáké pedig a bal orjukon nyílik, és most ezeket fogjuk egy kicsit jobban megfigyelni egy váltott orjukas légzés technikával. Ehhez állítsd be a Vishnu mudrát, amihez a mutató és a középső ujjadat behajlítod, ide szorítod a hüvelykujj tövéhez, és a gyűrűs és kis ujjaddal befogod a bal orjukat, a hüvelykkel pedig a jobban. De egyszerre csak az egyiket, tehát először zárd el a jobb orjukat, és lélegezz be, a másik kezet hagyhatod a térdeden, lélegezz be először a bal orjukon, majd cseréld meg a kéztartást, és lélegezz ki a másikon, a jobbon, majd lélegezz be ugyanott, tehát a jobb orjukon, és lélegezz ki a balon. Következő belégzést tehát ugyanitt indítod, és utána váltasz szórjukat, kilélegzel a jobbon, majd belélegzel ugyanott. Ezt ismételgesd még pár körig, és figyeld meg, hogy így jobban el tudod nyújtani a légzésed hosszát, hogy csak az egyik orjukon áramlik a légzés, illetve az, hogy a másik orjukon engeded ki azt, amit belélegeztél, az pedig egyensúlyban hozza ezeknek az energiáknak az áramlását. Szóval ez a váltott orjukon légzés, ez hatékonyan alkalmazható bármikor, amikor az elmét szeretnéd megnyugtatni, lecsendesíteni, és ez például a most következő relaxáció előtt is nagyon jól jön. Jó, kilégzés után engedd el,
A kezeddel is megint teljes kör, köröket végez, tehát mind a két oldalukon. Majd most már akár a szemeidet lehúnyva tarthatod, és helyezkedj el a relaxációhoz, hullapózban, savászanában. A szanyat fekszel, kifelé esnek a lábfejek, tehát van közöttük egy kis távolság, hogy el tud lazítani a lábizmait is. Azaz. A tenyerek pedig fölfelé néznek. Egy nagy belégzésre még feszítsd meg minden izmodat, és kilégzésre hangos sóhajjal a szájon át engedd el. Jó, csinálj még egy kört, de most az arcod is torzuljon el. Feszítsd meg az arcizmokat is. Minden feszültséget gyűjts össze, és kilégzésre lélegezd ki, azaz. Most pedig már ne irányítsd a légzésed. Csak pihenj meg, hanyat fekve, és fokozatosan engedd el minden kilégzéssel egy újabb adag feszültséget, fáradtságot, mindent a fizikai testből. Hát a relaxációnak ez még csak az első lépése. Ahogy egyre inkább ellazul a test, egyre súlytalanabbnak érzed magad, úgy tudod majd egyre jobban elengedni az elme hullámzásait is. És magasabb szinten a jogának valójában ez a célja. Vagyis, hogy olyan szinten kiürítsük az elmét, hogy majd egy magasabb, egy meditatív tudatállapotba juthassunk el. És ez nagyon fontos, a relaxáció. Tehát amikor már azt érzed, mintha a gravitáció nem is hatna rád, az valójában nem is hat csak a testedre, akkor fokozatosan üríts ki minden negatív érzést, gondolatot is. Minden kilégzéssel azokat, amelyek a félelemben gyökereznek, engedd el. Tehát a szorongást, az irigységet, a haragot, a megfelelési kényszert. És ahogy egyre csökken a mentális feszültség, úgy egyre inkább el tudod engedni minden ragaszkodásodat, az újonnan érkező gondolatoknak a feldolgozását akár, az elmének minden elemző tevékenységét, kiüríteni az elmét, hogy túlléphess annak korlátain, tehát a tér, az idő és az okozatiság korlátai, és a végtelenben megtapasztalhass az önvaló igaz természetét, hiszen a lélek maga is végtelen. Így ebben az állapotban tudod megtapasztalni a tökéletes szabadság állapotát, és ezzel töltekedsz. Pedig a szemeidet még tartsd lehúnyva, de lassan térj vissza az ittös mostba. És mozgass meg először csak a kéz és lábujjakat. Forgasd meg a kéz és lábfejeket. Forgasd el a fejedet mindkét irányba. Majd nyújtózz meg jól esően a karokkal a fülek mellett. A lábakkal a másik irányba.
Utána húzd fel a lábakat, mintha megint egy hidat akarnál csinálni, és billensd ki jobbra-balra a medencét. Aztán feküdj a jobb oldaladra, helyezd a jobb kart a fejed alá, és még így ebben a hűtő, pihentető pózban maradj egy kicsit, mondj köszönetet a testnek az erőfeszítésért, és az elmének a koncentrációért, hogy végigcsinálták veled ezt a gyakorlást, hogy hozzájárultak az egyensúlyodhoz. Majd a bal kéz segítségével lassan told fel magad, és egy kényelmes, keresztezett lábdobülésben helyezkedj el. Úgy be a szemed is, forrósítsd fel a tenyereket a mellkas előtt. Majd helyezd a homlokodra a tenyereket, és lassan azok sötétjében nyisd a szemed. Közös felajánlást fogunk még csinálni majd. Ehhez imatartásban marad a kéz, ellenőrzött, hogy egyenes a hát. Majd ismét behunyod a szemeket és a kezeket a szív föléhoz, a tiszta érzésekért. Majd emeld a torokhoz, a tiszta szavakért. És végül a homlokhoz, a tiszta gondolatokért. Köszönöm, köszönjük, hogy velünk gyakoroltatok. Namaszté! És remélem, hogy sokan majd visszanézitek, főleg akiknek esetleg az élőnek a követésével problémája volt, azokat szeretném megnyugtatni, hogy egyébként folyamatosan rögzítve volt, folyamatosan ment a live, úgyhogy majd vissza tudjátok nézni, és remélem, hogy sikerült belőle hasznos dolgokat elsajátítani, remélem, hogy sikerült az elmét egy kicsit egyensúlyba hozni. Legközelebb 2 hét múlva, 18-án találkozhatok velem itt a Cosmo Live jogában. Sziasztok! Sziasztok!